A következő előadásunk az eseménykezelésről fog szólni, ebben is alapvetően Magyarországra fogunk fókuszálni. Az eseménykezelés fontosságát mi sem támasztja jobban alá, mint ahogy ezt más előadásainkból is lehetett látni, hogy egyre több olyan jogszabály, illetve különböző szabályozói előírás jelenik meg, melyek kötelezővé teszik a szervezetek számára az információbiztonsági incidensek jelentését. Ennek megfelelően ahhoz, hogy jelenteni tudjuk ezeket az incidenseket, ehhez nyilvánvalóan először is észlelni kell őket, másrészt pedig kezelni kell őket. Sokszor azonban a szervezet önmagában nem tudja, nem képes ezeknek az eseménykezeléseknek a végrehajtására, például mert nincsen meg a megfelelő információja, vagy adott esetben nincsen meg a szükséges emberi erőforrása. Ilyenkor válnak fontossá az eseménykezelő központok, akikről alapvetően jelen előadás fog szólni. De emlékeztetőül nézzük át, hogy mit is jelent az, hogy biztonsági esemény és eseménykezelés. Az információbiztonsági törvény, a 2013 évi 50-es számú jogszabály úgy fogalmaz meg a biztonsági eseményt, mint egy nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény, vagy esemény sorozat, amely az elektronikus információs rendszerben kedvezőtlen változást, vagy egy előzőleg ismeretlen helyzetet idéz elő, és amelynek hatására az elektronikus információs rendszer által hordozott információ bizalmassága, sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy rendelkezésre állása elvész, illetve megsérül. A biztonsági esemény kezelése pedig az elektronikus információs rendszerben bekövetkezett biztonsági esemény dokumentálása, következményeinek felszámolása, a bekövetkezés okainak és felelőseinek megállapítása, és a hasonló biztonsági események jövőbeni előfordulásának megakadályozása érdekében végzett tervszerű tevékenység. A súlyos biztonsági esemény pedig olyan informatikai esemény, amely bekövetkezése esetén az állami működés szempontjából kritikus adat bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérülhet, emberi életek kerülhetnek közvetlen veszélybe, személyisérülések nagy számban következhetnek be, súlyos bizalomvesztés következhet be az állammal vagy az érintett szervezettel szemben, alapvető emberi vagy a társadalom működése szempontjából kiemelt jogok sérülhetnek. Ez tehát a fogalmi rendszerben dolgozunk, nem elfelejtve, hogy az angol szakterm terminológiában az eseménykezelést incidentnek, illetve incident managementnek nevezzük, a magyar fordítás használja az esemény szót, a security event, illetve az event management az angol terminológiában egészen mást jelent, az incident management egy szűkebb halmaza az eseménykezelésnek, azaz ne felejtsük el, hogy minden security incident egy security event, de nem minden security event egy security incident. Úgyhogy az én előadásomban is az eseménykezelés és az incidens kezelés fogalmak keveredni fognak. Ebben az esetben ekvivalens módon használom őket, ám a terminológiában ez két különböző dolgot fog jelenteni. Az eseménykezeléshez, tehát hogyha túllépünk a szervezet határain, akkor alapvetően azt kell megfigyelnünk, hogy mik azok a támogató intézmények, kik azok a támogató szervek, akik az eseménykezelést szervezeti, országos, szektoriális és egyéb szempontból segíteni tudják. Ehhez pedig leginkább három fogalom szokott kapcsolódni. Ezek közül az első a CERT, a Computer Emergency Response Team, a második az IRT, az Incident Response Team, illetve a leggyakrabban, mostanában leggyakrabban használt és az Európában leginkább elterjedt fogalom a Computer Security Incident Response Team, az a CSIRT, vagy magyar kiejtéssel, magyar előadásokban ezt gyakran lehet hallani, a CSIRT-ek. Ezek gyakorlatilag ugyanazt jelentik, van bennük természetesen különbség, viszont a különböző megnevezések oka alapvetően oda vezethető vissza, hogy a CERT szó az alapvetően egy levédett trademark az Egyesült Államokban, az első Computer Emergency Response Team az 1990-es évek legelején jött létre, ez volt a CCCERT, a Carnegie Mellon Egyetemnek a CERT központja, akik ezt a nevet levédték, így Európában és a világ többi részén is egyébként sokkal inkább használják a CSIRT megnevezést. Az ELISA, az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség egyébként így fogalmazza meg a CSIRT-nek a fogalmát. A CSIRT olyan információbiztonsági szakemberekből álló csoport, melynek az elsőleges feladata, hogy számítógépes biztonsági incidensek esetén beavatkozzon. Biztosítja az ezek kezelésre szükséges szolgáltatásokat és a támogatást nyújt vevőinek a rendszerfeltörések utáni helyreállításhoz. Egyébként
Van egy olyan megkülönböztetés is, hogy az állami hatókörű nemzeti eseménykezelő központokat szokták jellemzően CERT-nek nevezni, az ágazati vagy pedig a szervezeten belül működő kisebb hatókörű nem nemzeti jogosultsággal rendelkező eseménykezelőket pedig CSIRT-nek. De maradjunk akkor ennél a feloldásnál, hogy a CERT és a CSIRT praktikusan egyébként ugyanazt jelenti. A CSIRT-öknek egyébként különböző típusai vannak, és itt mindenképpen szeretnék idézni Tikos Anita igen kiváló művéből, a biztonsági eseményközelés a nemzetközi térben, a CSIRT működéséből. Akit részletesen érdekel a téma, annak mindenképpen tudom javasolni, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról töltse le az Incidens Management című tankönyvet, és ezen belül is Tikos Anita fejezetét mindenképpen olvassa el. Az előadásom is egyébként ebből a műből szemezget. Tehát különböző CSIRT típusok vannak, és ezekből a CSIRT-ök ezek nagyon jól meg tudják határozni, hogy melyek azok a szakterületek, melyek azok az iparágak, melyek azok a vertikumok, ahol mindenképpen szükség van eseménykezelésre. Egyben ez a CSIRT felosztás mutatja be azt is, hogy körülbelül Magyarországon és itt Európában hogyan és milyen módon állították föl az egyes országok a saját CSIRT-jeiket. Kezdjük a nemzeti CSIRT-tel. A Nemzeti CSIRT alapvetően a Nemzeti Eseménykezelő Központ, ahogy a magyar jogszabályi környezet is meghatározza, alapvetően azzal a feladattal bír, hogy ő lássa el a koordinációt az adott ország eseménykezelő csoportjai között, azaz az ő feladatuk az, hogy az egyszemélyes kapcsolattartó, single point of contact, vagy illetve népszerűbb nevén SPOC legyen az adott országban, SPOC. Az ő feladatuk, illetve az ő hatókörük a legnagyobb alapvetően. Gyakorlatilag Magyarországon is nagyon régóta van nemzeti CSIRT, ahogy ezt majd későbbiekben látni fogjuk. Jelen pillanatban ez a Nemzeti Kibervédelmi Intézet keretein belül működik. A következő lehetséges felosztás a kormányzati CSIRT. A kormányzati CSIRT a kormányzat és az egyéb állami szervezetek informatikai biztonságának kialakítását segíti elő, valamint segítséget nyújt incidensek esetén. A kormányzati CSIRT egy kisebb hatókör, alapvetően a központi államigazgatásra, esetleg a területi államigazgatásra terjed ki. A magyar jogszabályi keretek között eredetileg a 2013-50-es számú törvény alapján egy kormányzati eseménykezelő központ jött létre, melyet egyéb felhatalmazások tettek országos nemzeti szintű CSIRT. A következő kategóriánk a katonai CSIRT, a MIL-CERT, és itt látszódik az, hogy bár CSIRT-ként hivatkozunk rá, de valójában a népszerű neve CERT-ként működik, illetve CERT-ként hivatkozunk rá. Tehát a MIL-CERT az a szervezet, az az eseménykezelő központ, mely kimondottan a katonai honvédelmi szervezeteknek az ország védelmi infrastruktúrájának nyújt CSIRT szolgáltatásokat, és ezek vesznek részt a katonai nemzetközi együttműködésekben, információbiztonsági közösségekben is. Magyarországon is van MIL-CERT, illetve a NATO-ban is van egy olyan CERT, amely a NATO belső információbiztonsági eseménykezelését látja. A következő kategóriánk a kritikus infrastruktúra CSIRT. A kritikus infrastruktúra CSIRT-nek a fontossága az utóbbi években különösen emelkedett, elsősorban a nemzetközi szabályozások miatt. Ehhez nyilván tudni kell, hogy kik a kritikus infrastruktúrák, tehát meg kell, hogy történjen ezen létfontosságú rendszerek kijelölése. Gyakorlatilag ezek a CIP vagy CIIP, Critical Information Protection, illetve Critical Information Infrastructure Protection és Critical Infrastructure Protection, tehát CIP és CIIP, CERT-ek, illetve CSIRT-ök, azok, melyek például a olyan közművek alapvető szolgáltatások, mint a villamosenergia szolgáltatás, vízi közmű szolgáltatás területén segítik az ott működő szervezeteket. Következő kategóriánk az egyetemi vagy akadémiai CSIRT-ök. Ezek a CSIRT-ök, mint ahogy nevük is mutatjuk, a felsőoktatásban, az akadémiai szférában látják el az eseménykezelést. Ez köszönhető annak, hogy az akadémiai hálózat jellemzően elkülönülten működik a kormányzati, illetve az üzleti jellegű hálózattól, és az akadémiák, mint egyébként az internet első szereplői a hadi kormányzati szervezetek után kialakították a saját eseménykezelési eljárásukat.
Ezután jönnek az üzleti C-startok, amik gyakorlatilag egy bizonyos szektorra, területre specializálva üzleti alapon nyújtanak C-cert szolgáltatásokat. Például az internet szolgáltatók nyújthatnak egy ilyen üzleti szolgáltatást, de eléggé jellemző az, hogy az egyes más vertikumokban is megjelennek ezek az üzleti alapon működő C-certek. És végül a belső C-certeket lehet megemlíteni, ezek egy-egy cégen vagy cégcsoporton belül alakulnak ki szolgáltatásaikat, főként az anyaszervezetnek és a cégcsoport tagjainak nyújtják. Magyarországon is azok a Security Operations Centerek, biztonsági üzemeltetési központok, melyekből van egy pár, és egy-egy nagy cégnek a biztonsági üzemeltetését látják el, ezeken belül is működnek olyan C-certök, mely az adott vállalatra vonatkozóan segítik az eseménykezeléseket. A C-Certök feladatrendszere eléggé jól le van definiálva, itt a hivatkozás azt mutatja, hogy 2003-ban már ki lett adva az a kézikönyv, ami a C-Certök működését fedi le. Itt három nagy kategóriát tudunk meghatározni, a megelőzés nyújtó szolgáltatásokat, a válaszintézkedés nyújtó szolgáltatásokat és a biztonsági minőség irányítást. És ebből látszódik, hogy egy jól működő C-cert nem csak az esemény kezelésénél, hanem az események megelőzésénél is már képbe kerül, hiszen az ő feladatuk az, hogy az ellátotti kör számára a lehető legtágabban közzé tegyék azt az információt, ami a potenciálisan bekövetkezhető fenyegetéseknek a körét foglalja össze, és határozza meg, hogy milyen lépésekkel lehet ezeket megelőzni, felismerni, illetve kezelni. Jellemzően két különböző típusú információt szoktak közzétenni. Egyrészt vannak a nagyon műszaki jellegű riasztások és figyelmeztetések, amiben leírják azt, hogy az adott sebezhetőség hogyan működik, milyen tulajdonságai vannak, milyen képességek vannak, illetve vannak olyan ajánlások is, melyek egy kicsit tágabb kontextusban értve próbálják földeríteni, hogy az adott sebezhetőség miért következhet be. Mire kell itt gondolni? Tehát vannak olyan jellegű információk, amikor mondjuk egy Microsoft Windows típusú operációs rendszerhez jelenik meg egy olyan sebezhetőség, ami potenciálisan kihasználható, annak a műszaki részleteit és a kockázati besorolását közlik, vagy jelennek meg olyan kicsit általánosabb útmutatások, mint hogy egy-egy államilag támogatott csoport éppen milyen kampányt indított el, és ennek során milyen sebezhetőségeket használnak, illetve milyen eszközöket használnak a támadáshoz. Emellett természetesen elképzelhető az, hogy vannak olyan útmutatók is, melyek például, hogy egy aktuális példát mondjuk a biztonságos távmunkával kapcsolatos jó tanácsokat osztják meg az érdeklődőkkel. A válaszintézkedés nyújtó szolgáltatások alapvetően úgy működnek, hogy a előzetes értesítéseken túlmenően az eseménykezelő központ aktívan figyeli és részt vesz az incidensek azonosításában, észlelésében, fogadja azokat a bejelentéseket, melyeket a jogszabály alapján egyébként fogadnia is kell, ezeket agregálja, összesíti, próbál trendeket meghatározni, próbálja proaktívan figyelmeztetni az ellátotti kört arra, hogy mondjuk egy új kampány, új célzott kampány indult el, illetve biztonsági ellenőrzéseket és felméréseket is végezhet, sebezhetőségvizsgálatokat végezhet, széleskörű úgynevezett honeypot rendszereket építhet ki, ezek olyan csapdaszámítógépek, melyekkel észlelni tudják a támadási kísérleteket, stb. Stb. Tehát támogatást nyújthat nyilván az incidens elszenvedett szervezeteknek is. Ez talán a legtipikusabb eseménykezelő megoldás. A harmadik területe pedig a biztonsági minősítő irányítás névvel van ellátva. Ezek a klasszikus információbiztonsági irányítási rendszerben való részvételt és támogatást szokták nyújtani. Magyarországon a magyar jogszabály környezetnéként mind a három feladatrendszerrel rendelkezik a Nemzeti Eseménykezelő Központunk. Magyarországon eseménykezelésről a 2000-es évek elejétől kezdve lehet beszélni, míg az Egyesült Államokban vagy a 90-es évek legelejétől kezdve vannak ilyen szolgáltatások, Magyarországon először 2003-ban vált hivatalossá egy eseménykezelő központ. Ez volt a HunCert, a Magyar Internet Szolgáltatók által létrehozott eseménykezelő központ. Ez kezdte el
először a működését, bár itt most egy kicsit bizonytalan vagyok, mert az akadémiai hálózatokat ellátó CERT hálózatnak a jogi státusa itt egy kicsit kérdéses, de ez is valamikor ebben a tájban kezdhette el a működését. Egy biztos 2003-ban a HunCERT, az Internet Szolgáltatók Tanácsának eseménykezelő központja hivatalosan is elkezdte a működését, és ezzel egy szektoriális CERT jelent meg Magyarországon. Ettől nem sokkal később, 2004-ben pedig a Puskás Tivadar közalapítvány keretein belül kezdte el a működését az első kormányzati eseménykezelő központ. A Puskás Tivadar közalapítvány egy nagyon érdekes képződvény volt, mert egy félig állami, félig alapítványi formában működő szervezetről volt szó, mely alapvetően különleges felhatalmazásokkal azért nem rendelkezett, de mégis az állam kebelében jött létre, és éppen ezért egy viszonylag hatékony működést tudott elkezdeni. Ez a két szervezet volt egyébként az, amelyik először csatlakozott a CERTek nemzetközi közösségéhez, és gyakorlatilag a 2000-es években alakították ki az eseménykezelés folyamatait itt Magyarországon. Egyébként ebben Európában is az elsők közé tartoztak, tehát ha egy viszonylag korai fázisban sikerült belépni, és viszonylag korai fázisban sikerült ezeket a képességeket kialakítani. Érdekesség, hogy számos nagyon jó szakember, akik később a piacon is tudták hasznosítani a tudásukat, került nagyon fiatalon a Puskás Tivadar közalapítványhoz, és alakították ki gyakorlatilag együtt azt a magot, amelyre a Nemzeti Kibervédelmi Intézet ma már ráépül. A nagy változást az információbiztonsági törvény hozta 2013-ban, amely a különböző CERT funkciókat egy törvényi szintű jogszabályba fektette le. Itt létrejött az úgynevezett GovCERT, a kormányzati CERT, amelyik immáron a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretein belül kezdett el működni. Ez egyébként gyakorlatilag a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a jogelődje. Létrejött a kritikus információs infrastruktúrák és eseménykezelésért felelős LR-libek, létfontosságú rendszerek és létesítmények információbiztonsági eseménykezelő központja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keretein belül, illetve létrejött a Nemzeti Biztonsági Felügyeleten belül egy úgynevezett CDMA központ, mely a közigazgatási szervezetek sebezhetőség vizsgálatával és logelemzésével kapcsolatos tevékenységeket látta el. Tehát látszódik, hogy egy meglehetősen széttagolt intézményrendszert sikerült kialakítani elsőre, ami nyilvánvalóan nem feltétlenül segítette az egységes védekezést. Ezt belátva kellett valamit változtatni a rendszeren, amiben sokat segített az, hogy elfogadásra került a NIS irányelv. Ez a NIS irányelv, ez az Európai Unió Network and Information Security Directive, azaz hálózati és információbiztonsági direktívájának a feloldását jelenti. Ez 2016-ban került elfogadásra, és 2018-tól vált élessé. Ez nagyon világosan meghatározza azt, hogy milyen eseménykezelési feladatok és felelősségek jelennek meg a létfontosságú rendszerek kapcsán, és itt a létfontosságú rendszereknek a felsorolása is, legalábbis szektoriális felsorolása is megtörtént. Kijelölték ugyanis azokat az úgynevezett alapvető fontosságú szolgáltatásokat, amelyeken belül az eseménykezelést meg kellett valósítani. Itt az ábrán látszódik is, hogy a digitális szolgáltatások, az energia, az egészségügyi szektor, víziközmű szolgáltatás, közlekedés, illetve a pénzintézeti szektor és a banki szektor tartozik az alapvető szolgáltatások közé. Emellett pedig néhány digitális szolgáltatás is bekerült, mint az online piacterek, az online keresőszolgáltatások és a cloud computing. A NIS irányelv a kötelezettségek és feladatok mentén jelöli ki a Nemzeti Eseménykezelő Központok feladatát. Egyrészt
létrehozza a C-Certain hálózatát, európai hálózatát, másrészt pedig tagállami kötelezettségeket ró az egyes Európai Uniós államokra azzal kapcsolatban, hogy milyen képességeket kell beépíteni az eseménykezelők, nemzeti eseménykezelő központok közé. Így például ugye a hírközlési szolgáltatások magas rendelkezésre állását, egyértelmű definiált kommunikációs csatornákat, a C-Certök biztonságos helyszínének megteremtését, üzletmenet folytonosságát és a nemzetközi együttműködési hálózatokban való részvételt jelöli ki kötelezettségnek, feladatként pedig a biztonsági események monitorozását, kockázatok és biztonsági események korai előrejelzését, riasztások küldését, információ továbbítást, biztonsági eseményre való reagálást, kockázat és esemény elemzést, helyzetképkészítés, C-Cert hálózatban való részvételt, magánszférával való együttműködést, szabványosított eljárások alkalmazását, illetve az információk osztályozására szolgáló rendszereknek a kialakítását írja elő feladatként. És amikor a jogszabály módosítására került sor 2015-ben, illetve 2018-ban, akkor gyakorlatilag ugyanezt kellett figyelembe venni a magyar jogszabály létrehozóinál is. Az IBTV jelenleg a 19. illetve a 20. paragrafusában foglalkozik az eseménykezelő központok feladatkörével. Ebben gyakorlatilag a 2015-ös IBTV módosítás után egységesítette a szervezetrendszert, az LRD-bek kötelezettségeit, tehát a létfontosságú rendszereknek az eseménykezelését betette a Nemzeti Kibervédelmi Intézet keretei közé, illetve a NDF-CDMA-nak a feladatkörét is átpakolta a Kibervédelmi Intézethez. Ennek megfelelően, hogyha fölmegyünk a www.nki.gov.hu oldalra, és megnézzük az eseménykezeléssel kapcsolatos feladatkört, akkor azt lehet látni, hogy az eseménykezelés gyakorlatilag a kormányzati és létfontosságú rendszerek körébe tartozik, egyben a NKI lett a SPOK, a Nemzeti Kapcsolattartó is, míg az eseménykezelés mellett a sebezhetőségvizsgálat is megjelenik feladatkörként, így ennek megfelelően gyakorlatilag ma a Nemzeti Kibervédelmi Intézet lett a csúcsszerv. Úgy is néz ki a szervezetrendszer ennek megfelelően ma Magyarországon. Jellemzően minden egyes feladat a belügyminisztérium alá tartozik. Stratégiai szinten a belügyminisztérium alatt működik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, melynek az ellátását a kiberkoordinátor látja el. A kiberkoordinátor jelenleg Rajnai Zoltán professzor úr, az ő titkárságát és az ő háttértámogatását a Nemzeti Kibervédelmi Intézet látja el. A kiberbiztonsági fórum feladata pedig az, hogy az egyes különböző területeken működő, különböző szervezeteknél levő kiberbiztonsági stratégiai kérdéseket megvitassa. Így több munkacsoport jött létre, például az eseménykezelési munkacsoport is, melynek a feladata az, hogy a kiberkoordinátor koordinálásával a különböző érintett szervezeteknek teremtsen egy egyeztetési fórumot. Az operatív szinten a belügyminisztérium alá tartozó nemzetbiztonsági szakszolgálat alá tartozó Nemzeti Kibervédelmi Intézet az, akihez az összes eseménykezelési feladat tartozik, kivéve a honvédelmi ágazatnak az eseménykezelését. Itt a katonai nemzetbiztonsági szolgálat alatt működő MILCERT az, aki ellátja ezeket az eseménykezelési tevékenységeket, illetve az információs hivatalhoz tartozik a titkosszolgálatok hálózataival, ugye a külföldi hírszerzésre kell elsősorban gondolni, tehát a külföldi hírszerzéssel kapcsolatos, illetve a külügyi védett zárt hálózatokkal kapcsolatos eseménykezelés, ezt az INTCERT nevű eseménykezelő központ látja el. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági szerepkört lát el jelen pillanatban a létfontosságú rendszerek, illetve az alapvető szolgáltatások esetében. Ők azok a hatóság, akiknek az IBTV-ben kiszignált jogkörök tartoznak. Mellettük pedig meg kell még emlékeznünk a két már említett szektoriális CERT-ről is, a HUNCERT-ről, illetve az EDU-CERT-ről,
A HunCert, ugye az internetszolgáltatók területén látja az eseménykezelés az EduCSER, mely a Kormányzati Informatikai Fejlesztésű Ügynökség alá tartozik, pedig az akadémiai hálózat eseménykezelését látja. Úgyhogy összesen 5 nevesített CSERT-ünk van Magyarországon. Egyrészt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, másrészt a NILCERT, harmadrészt az INTCERT, negyedszer a HunCERT, ötödször pedig az EduCSERT. Az eseménykezelés részletszabályait egyébként a 271 per 2018-as kormányrendelet szabályozza. Ez gyakorlatilag megteremtette a jogharmonizációt a NIS direktívával, és mint ahogy lehet is látni, praktikusan felsorolta az összes olyan feladatot, mely a NIS direktívá miatt a nemzeti kapcsolattartóra, a SPOK-ra esik, így elsődleges feladat a biztonsági események nemzeti szintű nyomonkövetése, az eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás, korai előrejelzés, riasztás, bejelentéstétel és információ terjesztés, biztonsági eseményekre történő reagálás, dinamikus kockázat és eseményelemzések, valamint a helyzet képítése, készítése, illetve a sérülékenység vizsgálat lefolytatása. Ezeknek a részleteit ebben a kormányrendben meg lehet találni, tehát például a sérülékenység vizsgálat ebből talán az egyik legizgalmasabb kérdés, milyen módon és milyen kiterjesztéssel és milyen mandátummal láthatják el a kibervédelmi intézet etikus hekkerei egy-egy szervezetnek a sebezhetőség vizsgálatát. A kormányrendelet ezt mind világosan meghatározza. Végül érdemes megemlékezni arról, hogy mégis hogyan néz ki a nemzetközi együttműködési rendszer az eseménykezelés területén. Tekintettel arra, hogy hát nem egyedül vagyunk a kibertérben, tehát nagyon ritka az, hogy egy-egy esemény csak és kizárólag Magyarországot érintsen. A legjellemzőbb az, hogy egy-egy biztonsági incidens, ez széles körben terjed el, elindítják valamelyik országban, és mint a általunk is jelenleg megtapasztalt koronavírus, egyszerűen elterjed, szétterjed a világban, hiszen a információ ugye jelenleg az optikai kábeleken a fénynél csak picit lassabban terjed, így nem nagyon lehet azt mondani, hogy kimaradnánk bármilyen kampányból, bármilyen kibertámadással kapcsolatos tevékenységből. Ezt ismerte föl nagyon-nagyon régen a nemzetközi együttműködés területén az összes CSERT, illetve CERT, és éppen ezért alapították meg a Forum of Incident Response and Security Teams, a FIRST nevű csapatot. Ez a FIRST közösség az első CSERT együttműködést elősegítő közösség, ami 1990-ben jött létre, és ekkor ugyan még csak 5 taggal rendelkezett, de azóta ez folyamatosan felfejlődött. Ma már majdnem 400 taggal rendelkezik a közösség közel 80 országból. Magyarországról egyébként az akkori GovCert volt először a tagja, 2006-ban csatlakoztunk, és jelen pillanatban is egyébként tagja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet ennek a közösségnek. Ennek alapvetően az a feladata, hogy a világon a globálisan megjelenő információkat egymás között a lehető leghatékonyabban osszák meg, illetve a FIRST-ot abban segíteni, hogyha például Magyarországon valahol egy túlelosztott, túlterheléses támadás történik, ami például Maláziából érkezik, akkor a magyar CERT, magyar CSERT a FIRST hálózaton keresztül ki tudjon szólni a maláj CERT-nek, hogy legyenek szívesek valamit tenni az ügy érdekében. Ez lényegesen gyorsabb és hatékonyabb, mint hogyha mondjuk jogsegély egyezményeken keresztül történne a kooperáció. Tehát ez egy nagyon-nagyon hatékony tevékenység. Természetesen komoly előfeltételei vannak annak, hogy egy CERT csatlakozni tudjon a FIRST-höz. Ebben talán a legfontosabb ugye az információ megosztás bizalmassága, hiszen az incidensekhez kapcsolódóan a részletek megosztása és beavatása, ez nem feltétlenül mindig minden országnak az érdeke, hiszen egy-egy sebezhetőség, egy-egy támadás felfedésével a saját ország, a saját szervezet is föltárhatja egy olyan gyengeséget, amit egy ellenérdekelt ország adott esetben ki is használhat. Ettől függetlenül a FIRST régóta is jól működik. A másik ilyen közösség, amiben a magyarok tagok, ez a Trusted Introducer,
A Trusted Introducer 2000-ben jött létre az európai C-Cert közösségen belül, annak érdekében, hogy feltérképezzék a közös igényeket, valamint egy olyan szolgáltatási infrastruktúrát hozzanak létre, amely kulcsfontosságú támogatást nyújt az eseménykezelő központok számára. Egyben ez a Trusted Introducer lett az a nevesített együttműködés, amit a NIS direktívában is meg lehet találni. Ennek a Trusted Introducernek különböző szintű tagságai vannak, vannak az önzet nyilvántartott tagok, az akkreditált tagok és a tanúsított tagok. A HUNCERT, illetve az EDU C-Cert úgynevezett nyilvántartott tag. Ez azt jelenti, hogyha egy C-Cert csatlakozni szeretne a Trusted Introducer közösséghez, akkor először jelentkeznie kell, nyilvántartásba veszik. A jelentkezések elfogadásához a közösség két tagjának támogatására van szükség. Ezután ezek az adatok bekerülnek, és felsorolásra kerülnek. Az akkreditált tagok azok a nyilvántartott tagok, akik valamilyen módon megkapták az akkreditációt, azaz teljesítették azokat a követelményeket, amiket megfogalmaztak velük szemben. A tanúsított tag pedig, és ide tartozik a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is most már több mint 10 éve, olyan nyilvántartott tagok, amelyek az akkreditációs eljáráson teljes mértékben megfeleltek, és legalább egy Trusted Introducer ülésen részt vettek. Tagoknak éves tagdíjat kell fizetniük, illetve a tanúsítás megszerzéséhez a nőzetet SIM3 modell, ez a SIM, ez a Security Incident Management Maturity modell segítségével 4 kategóriában és 45 paraméterben kell bizonyítaniuk az érettségüket. Ez a tanúsítás szolgál arra, hogy nemzetközileg elfogadott kritériumok alapján elismerik a C-Cert képességeket, és a közösség megbízzon abban, hogy az egymás között megosztott információk, ezek nem fognak sérülni. A CESP, a Central European Cyber Security Platform egy különösen érdekes és szoros együttműködés a visegrádi négyek és Ausztria között, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria között létjött rá ez a különleges együttműködés, mely egyel szorosabb információ megosztást épített ki, mint ami a Trusted Introducer-en belül működött. Kicsivel több információ, kicsivel gyorsabban osztanak meg egymás között. A NIS direktíva elfogadásával a CESP egy kicsit háttérbe vonult, tekintettel arra, hogy a NIS direktíva is viszonylag magas szintű együttműködés határozott meg az Európai Uniós tagországok között, ettől függetlenül egy nagyon jó példa a regionális együttműködésre. Végül beszéljünk az ISEC-ekről, az Information Sharing and Analysis Center-ekről. Ezek olyan együttműködési platformok, melyek jellemzően egy-egy iparágban jönnek létre, és a közös és a magánszféra közötti együttműködés segítik elő. Tehát ilyen ISEC-ek elsősorban egyébként az Egyesült Államokban jöttek létre, ott is jogszabály segített az együttműködéseket. Léteznek például az autóiparban, léteznek például a vízi közműveknél, az energetikában. Ezek üzleti alapon működő eseménykezelők, amik az adott szektor szereplőit vonzák be, nem csak a piaci szereplőket, hanem a jogszabályalkotókat, gyártókat is, és együttesen osztanak meg egymás között célszerűen olyan speciális eseményinformációkat, melyek mások számára nem érdekesek, de az adott szektor számára eléggé, és ezekből a tagsági befizetésekből tartanak fönn egy viszonylag magas szintű eseménykezelési képességet. Érdekességképpen a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a honlapját is megmutatom. Itt lehet látni, hogy milyen jellegű információk és figyelmeztetések történnek. A sebezhetőségeknél, mint lehet látni, gyakorlatilag egyes termékekhez kapcsolódóan jelennek meg besorolás. Tehát itt az ábrán éppen egy Google Chrome többszörös sérülékenység magas kockázati besorolással, illetve egy Advantech WebAccess sérülékenység is van kritikus kockázati besorolással. Ez azért jó, mert ha valaki ugye adott típusú termékekkel, etnikus információs rendszerekkel rendelkezik, akkor itt nyomon tudja követni, hogy milyen olyan potenciális sebezhetőségek vannak, melyek érinthetik őket, de mellett ugye riasztások és tájékoztatások menüpontban ennél általánosabb leírásokkal is lehet találkozni. Ennyi tehát az eseménykezeléstől Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet!